Jó estét kívánok, sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt az Olvas Eszterhez, itt most már nyolcadik része, és még mindig a Harmonia celestis beszélgetünk, az utolsó előtti résznél tartunk, Szabó Tiannával fogok erről beszélgetni. Szia, Anna! Szia, Anna, szia! Vízhang Én... vagyok most. <laughs> Mes, mesélj nekem egy kicsit arról, hogy neked Eszterhezi Péter és az ő életműve, vagy ez a regény mit jelent? Akár alkotóként, akár magánemberként és olvasóként. Um, nagyon felszabadító hatása volt rám, és máig tartó ez a felszabadító hatás. Um, ő volt talán a, az első prózaíró, aki a nyelvnek a. a kimeríthetetlen potenciájára ráébresztett költőként. Szilágyi Domokos őt már megelőzte, hiszen Szilágyi Domokos hasonlóan egy kicsit különösen később a posztmodern felé eltolódva nagyon érdekes dolgokat művelt a nyelvvel. Aztán később Parti Nagy Lajos volt a költészetben, aki szintén ezt megmutatta nekem, hogy mindent lehet. És szabad is. Tehát valahogy ez a mit szabad és mit nem, ezért bennem elég Erősen megvolt. Az erdélyi hagyomány egy kicsit ebben, hát persze pont szirágyi domokos az ellenpélda, és azért volt avantgárd Erdélyben is, tehát nem mondhatnám, hogy nem volt, csak nekem volt egy kicsit valószínű életkoromnál fogva is egy kicsit idegenebb, holott mondjuk én Vörös Sándoron nőttem fel, és Eszterházi mellé oda tenném Vörös Sándort, egyrészt mert ő is szerette, és a, a psziché, ugye, és a csokonai lili közti párhuzam nyilvánvaló. Másrészt pedig ezt az univerzalitást, amit Eszterházi a, a nyelvi kimeríthetetlenségen túl a történelmi kimeríthetetlenség, a, az emberi, a, tehát hogy mondjam, a jó és a rossz kimeríthetetlensége kapcsán elénkhoz, az nagyon hasonlít számomra Vörösnek az univerzalitásához. És abban is hasonlítanak, hogy játékosak, Uh, és hogy Eszterházi is, hát sokan mondják róla, hogy ő költő tulajdonképpen Eszterházi, tehát a nyelvhez úgy viszonyul, mint egy költő. Uh, én Vörös Sándorról összeraktam egyszer egy egyszeri alkalomra uh, egy kollást, szövegkollást, és annak az volt a címe, hogy kozmikus, csi, kozmikus csizmadia. Azért, mert uh, azt mondták Vörös, hogy mikor azt mondták róla, hogy kozmikus, akkor azt mondta, de hát hiszen mindannyian a kozmoszban élünk a, egy csizmadia és kozmikus. De ugyanakkor sokat beszélt arról, hogy a nyelv neki az olyan eszköze, mint a csizmadiának az ár, a csiríz, a ragasztó, tehát hogy állandóan foglalkoztatja maga a megformáltság. És a megformáltságot, hogyha azt a szót akartam mondani, hogy uralja, de nem uralja, tehát hogy ez a nagyon fontos, hogy nem... Nem úgy tartja kézben, nem olyan fel és magabiztossággal, mint mondjuk egy uralkodó, hanem a, a, mondjuk, ahogy egy hajós megy, és a hullámzástól függ, a nyelvnek a hullámzásától függ, úgy bízza rá magát a nyelvre. Tehát egy rettentő bizalom van Eszterházi Péterben is a, a nyelv irányában, és nekem ez nagyon fontos, és. Ez a könyv ez különösen szép időpontban talált meg engem. Egyrészt ezt mások is ugye meg is kérdezték tőle interjúkban, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz így járult-e hozzá, tehát hogy a javított kiadással és a harmóniával járult-e hozzá, és hát most mit mondjon, azt mondta, hogy jó, igen, hát ő régen dolgozott ezen, de hogy de valami történelmi nyitás pillanatában talált rám ez a könyv. Mert korábban ugye, amikor én először találkoztam Eszterházival, az Gyurihoz kapcsolódik, tehát ugye volt nektek a Dragomány Gyuri és a vendégetek, biztosan elmesélte, hogy milyen fontos volt neki, majd meg kell nézni még ezt az adást, de most akkor elmondom még egyszer, hogy ugye nekünk közös felszabadító élményünk volt, de külön olvastuk, és a harmóniát azt én felolvastam neki az egészet, amikor én, most ezt pont neked mondom, hogy gyermeket várta, akkor elolvastam, ő megírta az első könyvét. Tehát az írói küzdelmeknek is az, hogy én végigkövettem egy írónak a küzdelmét az anyagával, a prózaírónak a küzdelmét az anyagával, uh, annak valahogy része volt Eszterházi Péter. Uh, nekem egyébként azt hiszem, hogy a leveleim, uh, a Gyurihoz leveleim vannak, vagy lehetnek, már nagyon rég olvastam őket újra. Uh, volt egy intenzív levelezős időszakunk, amikor egy évet én Budapesten éltem, és ő még nem. Uh, és a amikor legutóbb újra olvastam, akkor láttam, hogy mennyire ját, ez a játékosság és ez az irónia, ez a tulajdonképpen a, nem a gyerekkor szabadsága, mert a gyerekkor az még szabadabb olyan szempontból, hogy mondjuk, ahogy egy három éves szórakozik a nyelvvel, az egy követhetetlen logika. A kamaszok logikája követhetőbb logika. Eszterházi örök kamasz, és most megrendítő volt újraolvasni a literás interjúját, ahol azt mondta, hogy fél, hogy a javított kiadás után komoly embernek kell lennie, hiszen egy politikai váltást is jelentett számára az, hogy annyira direktben önéletrajzi volt. Most, mielőtt beszéltünk, próbáltam megkeresni, a napokban olvastam Nemes Nagy Ágnes, beszélt valahol, említette Eszterházit, mert ugye ők az Újhold évkönyben talán szerkesztőként is, vagy szerkesztőbizottságként is együtt dolgoztak, hogy ő ezt a játékosságát, vagy ezt a nem a nyegleség szót használja, de hogy ezt a kamaszos, hogy semmit sem vesz komolyan, ezt egy kicsit távol érezte magától. Hát ugye a, ők az első nem háborús nemzedék, Eszterházék. Ugye az én szüleim nemzedéke az még a háborúban született. És ő az első, aki hát nyilván a történelmet hát erről is szól a harmónia és különösen ez a második része a történelmemből kiutott neki. De az a fajta, hogy mondjam, kiszolgáltatottság és végletesség, amiben az előző generációnak, a nagyszülő generációjának része volt, a, abban ő már a, tehát nem, szerencséltette, nem, szerencséltette, a jó Isten, hogy ezeket a, a, a hogy mondjam, most nemes nagyot idézem, temettem pucér németet, láttam a kormány Debrecenben, nem áll a ház, ahol szerettem, és nem ámulok, ha rettegek. Na most ez a rettegés hiányzik. Tulajdonképpen ez a, a rettegésnek, ez az alapja hiányzik Eszterháziból, és itt felírtam magamnak, hogy a feldolgozás kötelességét viszont nagyon érezte, és nem csak azért, mert az Eszterházi család, tehát egy család egy olyan család, aki tulajdonképpen mindent tud magáról, önmagáról, és mindent tudnak egymásról, hanem hát az ország történetének a feldolgozását is nagyon fontosnak érezte. És most azon gondolkozom, hogy ugye a feldolgozás milyen hülye szó. Eszterházi tolvasván az ember állandóan a szavakra van kiélezve, és hogy ebből tulajdonképpen a dolgozás marad. A, de nem úgy dolgozzuk fel, mint a szalámit, nem úgy dolgozzuk fel, mint mondjuk egy traumát, hanem egyszerűen munkálkodunk, műveljük kertjeinket. Ez a legtiszteletre méltóbb, tehát ebben áll az Eszterházi szabadsága, és nem konkrétan csak erre a könyvre vonatkozhatóan. Most csak azért lapozgatom, mert eszembe jutott arra, az első pár fejed, bekezdés erről szól gyakorlatilag, hogy miről is, vagy mit is jelent Ebben a, ebbe a családba beleszületni, és arisztokratának lenni. Ugye ő azt írja, hogy a, a nagypapa a leghatalmasabb családba született, és fikarci hatalma volt mégsem. És, és, hogy mit jelentett, és milyen napi rend szerint éltek, mik voltak azok az értékek, amiket fontos volt megtartani, és a nagyszülőktől megtanultak, vagy a nagyszülők hát beléjük neveltek, és mi az, amit, amit elengedtek. És ez nekem végtelenül nagyon jó eső volt egy kicsit ezt a privátságot meghallani, vagy elolvasni, hogy a nagy történelem, ami a negyedik fejezet majd, hogy a nagypapa visszaemlékezését olvassuk, és ami már az első részben is megjelent, itt, itt egy kicsit be lehet látni egy családba, hogy mit is jelent, érzelmileg mit jelent, vagy a mindennapokban mit jelent ez a, ez a család, ahova beleszületnek ezek a fiúk és lányok. És az az nagyon érdekes, hogy egy jól működő könyv az pontosan azért hat, mert az emberben felhozza ugyanezeket az emlékeket, ugyanezeket a, a, az igényeket, amelyekkel elkezdte ezt a könyvet írni, a, nem jó szó mondtam, hogy a feldolgozás igény, és nagyon igen, ki tudná felsorolni mindazokat az édes hangzatokat, amelyeket a régi magyar emberben megütött az Eszterházi név kiejtése. És hát ugye ebben már egy kis önirónia is bújkál, mint ahogy minden a szóhasználatában, a mondatban hihetetlen aknák vannak elhelyezve, tehát hát ez ismerős, hogy állandó önállentmondások, kifacsarások. Tényleg ez a, én azt mondom, hogy ez a kamaszos észjárás, de úgy kamasz, mint Vörös Sándor vagy Petőfi hogy már minden tud, nincs, nem naív, de még, még képes játszani, még nem keseredett meg, nem cinikus, a romantikus kamasz lélek, ami a szélsőségeket villott, villóztatja folyton. Csak azt akarom mondani, hogy nekem eszembe jutott nagyon erősen erről a könyvről, meg hát Eszterháziról mindig eszembe jut, hogy ő nagyapámat, nagyapámnak a szótárát használta és szerette. Ugye én eleve így nőttem fel, hogy egy szótár használó, szótáríró családban voltam. Felolvasom a magvető évkönyvben szerencsésen megjelent ez a. Eszterházi rész. Magamfajta ember szívesen babrál a szavakkal, túlzással azt is mondja, hogy legszívesebben evvel babrál. És ugyanolyan hével mesél egy 70-es évek elején megismert asszonyról, mint az erdélyi szótörténeti tárról, amin aztán mindkettő, a nő is, a tár is megsértődik. De hát kétszék közt a pad alatt lenni, lehetne akár ambíciónk is. E, és ahogy tehát tényleg használta a szótörténeti tárgyat, sőt, ezeket a régi és igé alakokat, eh, ahogy, hogy tudnók például, amit a nagyapám, a nyelvész nagyapám állandóan ezt írja, és engem, eh, hogy mondjam, kaján, eh, nem is tudom, gúnyolódhatnék tölt holott. persze ugyanakkor, eh, és ez már mindjárt egy Eszterházis mondat, ájult tisztelet is, és... Eh, sóvár nosztalgia, nem tudom, sokféle érzelem kavarog, és Eszterházinak ez az egész, ez a teljesség igénye okozza azt hiszem, hogy ha valami van, akkor van annak az ellentéte is, és azt valamiképpen mondatba kell foglalni. Még egy dolog eszembe jutott itt a nagyapám kapcsán, hogy itt leírja, hogy a piarista tanárával, gondolom, ilyen csatja lehetett, lehet, hogy ebben biztosabb tudással rendelkezel. Állnak a folyosón, és azt mondja, hogy a foci az nem komoly dolog. És eszembe jutott. Azt hogy komoly ember lesz az ember, vagy focista? Ez annyira jó, ez nagyon jó. És Um, annyira erősen, um, ez még a nagyapámhoz kapcsolódik, hogy uh, nagyon erősen feljött bennem az a családi um anekdota így felemelkedett a kútból, hogy az én nagyapám is nagyon-nagyon szeretett focizni. Én, én fociztam a nagyapámmal, <laughs> úgyhogy ez egy nagyon különleges élmény volt, hogy egy erdőben, egy réten focizom egy professzorra, és gyermekkorában majdnem belehalt a nagyapám a foci iránti rajongásába, mert a családi ebéd muszáj volt részt venni, de közben foci meccse volt, és a családi ebéd miatt lekéste a vonatot. De ez is egy kicsit így a grófi családoknak, a, úgy mondjam, ebben a részben is bennem, hogy ezüstre leszünk. A nagyapám nem volt grófi család, egy tanítónő fia volt, de a forma az forma volt. Tehát ezért mondom, hogy ez a, a nagymamá még déd nemzedéke, amiről ez nagyon erősen szól a harmónia is, hogy a forma az forma, és nem engedte el, és lekéste a vonatot nagyapám, nem 16 éves lehetett, és hat nem tudom mennyit, hány kilométer, nem, 60-at nem futhatott le, de 20-25 kilométert lefutott, hogy odaérjen, odaért második fél időre, végigjátszotta a második félidőt és tüdőgyulladást kapott természetesen, ettől a megerőltetéstől, meg gondolom, vizet ívott. csak az, hogy a foci és a komoly emberség mégiscsak összefügg, hiszen a foci játék, tehát ez a, a hogy mondjam, egyrészt életre-halára megy, másrészt meg nem, megismételhető egy-egy mérkőzés. Nagyon sok, hát nyilván ezt Eszterházi sokkal jobban elmondta a saját könyveiben, ebben a részben viszont ugye mindenkinek feljöhetnek az emlékei, a családi emlékei. De érdekes ez, ez a foci, uh, én kicsit féltem, amikor elkezdett a fociról írni, hogy itt most uh, itt uh, arra fogok hosszan olvasni, hogy mit is jelent ez a játék itt a pályán, de hogy sokkal inkább azt olvastam ki, hogy az apa-fiú viszonyban mit jelentett ez a foci. Ugye többször több visszatér ebben a három fejezetben a focihoz, hogy kindekázgatnak, passzolgatnak egymással a testvérekkel, kijön az apa, aki már idősebb, bénább egy kicsit, mint ők, ügyetlenebb, mint ők, de mégis enged hogy együtt játszanak, és az első, hát fontos dicséretet is az édesapától emiatt kapja, hogy, hogy ő sokkal jobb, mint az hogy apja. Jobban játszik. Jobban játszik, mint az apja. És utána visszatér, hogy van ez a tipikus apa-fia ikon, hogy együtt elmennek a stadionba és nézik a meccset, ahol ő rosszul lesz, folyamatosan visszatérően, hogy érdekes nyelvnek találom ezt a focit, hogy a fiú és az apa Kapcsolódik egymáshoz? Igen. Um, ami, aki még, te két, két szerző erősen eszembe jutott, um, ennek a résznek az olvastán Kosztolányi végig ott van, de hát Kosztolányi ugye azt hiszem, nem tudom, hogy írta a fociról, de én most így hirtelen nem tudok felidézni semmit, viszont felidézem a fürdés novellát, ahol egy nagyon rossz apafiú viszony van. És felidézem a másik szerző, aki eszembe jut, az a, a Spiró Györgynek az Apámmal a meccsen című fantasztikus, csodálatos novellája. És valahogy ennek a kettőnek a a kisgyerek és az apa, a mondjuk kiskamasz gyerek az Eszterházinál, a kisgyerek és az apa van Kosztorányinál, a kicsit nagyobb gyerek van Eszterházinál, és egy felnőtt férfi és egy apa van Spirónál. Érdekes lenne összehasonlítani, ha tanár lennék, akkor elővenném ezt összehasonlításképpen ezt a részt. És hát igen, a játéknak szabályai vannak, és a történelmi konstelláció, hogy Eszterházi és nem csak Eszterházi nevezi, azért erősen meghatározta az ő kettejük játékszabályait, tehát hogy, hogy, egyáltalán hol kezdték a közös életüket. Nagyon érdekesek ezek a jelenetek, hogy mit tudom én, a hétköznapoknak ezek az elemei a krumplilopástól elkezdődően a szalámi vágásáig az 50-es, 60-as éveknek a hát 50-es főleg hétköznapjai, eh, ahogy eh, nem tudom, valahogy azt, azt mondja mindig, hogy nem féltek. Tehát eh, persze ez aztán a javított kiadásban revideálódik, eh, de hogy valahogy ezt a szabadságot próbálja. Nagyon rosszul lenne azt mondani, hogy idealizálni, mert Eszterházi-ra kevéssé jellemző az idealizálás, de uh, ideális, nem tudom, tehát ez idealizálás az egy hamis nosztalgia. Az, az ideális állapot valahogy a családnak a közelsége az ideális állapot, a családi boldogság az ideális állapot ilyen szempontból mondjuk Arany Jánoshoz rokonítható, aki tényleg meg tudta írni a családi bizalmat, a családi, nem, a szeretet szó az ugye hát nagyon általános lenne, ezt a, ezt a bizalmas és játékos, humoros légkört, ami a családon belül az egymás ugratásával, az egymásra való figyeléssel létrejön. És akkor ugye ebbe a, ebbe a kontextusba durran bele ez az Eszterházi Móricz napló, ez nagyon érdekes, nem tudom, hogy most nem olvastam utána, hogy ez megjelent szövegből van, vagy egy családi, nem? Nem tudom, hogy megnézted e De nem tudom, én sem tudom, hogy honnan van ez a szöveg. Ez a negyedik fejezet, ugye arról uh, gyarsz, Igen, már a negyedik, negyedik fejezet. Az hogy ez e, tulajdonképpen egy nagyon, e, hogy mondjam, a történelemnek a történelem alulnézetből, ami a szalámi vágás, e, és ebben nagyon sok minden benne van. Tehát, hogy én nagyon jól emlékszem gyerekkoromból, hogy milyen az a szalámi, hát mindenki emlékszik, de mondjuk egy, van már egy generáció, aki nem így nőtt fel. A, én még az a generáció vagyok, különösen ugye Erdélyben felnővén, akik tudják, hogy a téli szalámi az, az nem olyan, hogy csak úgy egy centis darabot megeszel, ahogy mondtál, ez egy egész más íze van. De hogy mondom, egy téli szalámi karikában is benne van a történelem annak, aki átélte. De aki nem élt át, annak nyilván el kell magyarázni, és akkor itt van ez a hosszú napló részlet, amit még egyszer nem tudom már hány, azt hiszem, hogy most olvasom harmadszóra, és ez elég nagy szégyen, mert elég rég nem olvastam ezt a könyvet, tehát hogy még egyszer el kellene olvasnom. Most nem olvastam újra az egészet, de nagyon megkívántam, hogy az elejétől kezdve újra olvassam. Egyébként, bocsánat, csak olyan izgalmas, hogy találtam benne egy cetlit a könyve, és egy vers, versnek a kidolgozása, tehát hogy milyen rég volt ez, azt akarom érzékeltetni, hogy számomra milyen rég volt. Tehát ez a szalámi történelem, tehát ez az alulnézetből, az én és privát történetemben. A vers, amit benne találtam, egy kis kézirat, ami egy irodalmi szerepjátéknak a, a nyomát őrzi, ez meg is jelent, ahol én jó részt Eszterházi, nem mondom, hogy ellenében, de biztatására vagy ellen tartva Eszterházinak kitaláltam egy férfi költőt. Eszterházinak és Vörösnek és mindenkinek, aki a nők nevében női szerepet, ilyen szempontból a partinagy Nagy is azt hiszem akkor már megjelent, de nem, nem tudom, most utána kéne néznem a kronológiának, de szerintem igen, uh, akár a sárbogádi, ez az, ez egyáltalán ezek a játékok, amelyeket én nagyon szerettem. Nagyon szerettem úgy is, hogy a Hrábál könyvét, az, az hihetetlen felszabadító volt nekem a Hrábál könyve, annaként ugye, <laughs> ezt, ezt, azt hiszem, hogy elég jól érted, hogy egyáltalán, hogy Annáról van szó benne, tehát ez nagyon jó volt. Uh, és... Uh, uh, igen, és Eszterházi nyelvének ez a végtelen uh, hogy mondjam, erotikája, nem tudom másképp mondani, tehát a nyelv maga erotikus, ahogy használja. És az, amit ez a kézirat próbál, és aztán könyvben meg is jelent, az egy férfi trubadur költő, aki hát ír nagyon disznó dolgokat is, és ír nagyon romantikus dolgokat is, és hogy ennek az ellentéte és veszültsége, és À, akkor még úgy látszik munkában volt ez a kötet, amiről aztán én a holmiban írtam egy lehúzó kritikát a saját nevemben, szóval egy kicsit ezt a, ezt a tükörtermet, az irodalmi tükörtermet kimaxoltam az a különbség, azt a játékomat tudták a szerkesztők. Aztán készít, volt egy másik játék, amit nem tudtak, és ezzel nagyon jól uh, szórakoztam, de mindegy. Tehát, hogy ez mind nap köszönhetem, és mind Eszterházi cukkolt fel erre, mert uh, uh, hogy mondjam, egyszerre egyszerre mester, és uh, egyszerre uh, párbajtárs, vagy tehát uh, ahogy hány mondja a kolléga, de nem voltam én, tehát hogy mondjam, én például, most kérdezted az elején, mi a viszonyom Eszterházira. Életemben beszéltem vele háromszor, és egyszer hosszabban telefonon, és nem is emlékszem, hogy mire, de arra emlékszem, hogy itt jártam lefelé, és uh, teljesen el voltam képedve, hogy ő vele beszélgetek, de mivel kamaszos, uh, kamaszos, áhítattal néztem egész életemben, ezért nem tudtam őt emberként uh, megközelíteni. Uh, valamiképpen el is akartam tartani magamtól, hogy maradjon olyannak, ami én uh, szeretem, és megbántam, meg kell mondanom, megbántam, uh, mert uh, ezek pótolhatatlan dolgok. Uh, csak mondom, hogy uh, viszont az egész életmű olyan erős hatással volt mindenkire, de rám többek közt azzal is, hogy akkor azt mondtam, hogy jó, akkor próbáljuk meg mi is. Nem <síns> mi. <síns> Már a mi nők akarta volna mondani, de hát most itt a magam nevében, és ezzel megint egy ilyen eszterház és hülye helyzetben manőverezte magam, tehát az önirónia, és az önirónia hiánya, stb. Tehát nagyon vicces. Mondjad, bocsánat! Itt csak a szalámira visszatérve, egyébként felírtam a, a szalámit, például az készletet, amit te is mondtál, amit még a strandra is becsomagol az édesanyjuk, hogy azzal leszegessék az ebédet, mert hogy délben enni kell, ha strandon van a gyerek, ha otthon ül. Akkor odaírtam még az előétel mániáját az édesanyjának, aki, aki nem, nem tudott lemondani a igen. <laughs> és akkor a másik oldalra viszont felírtam az ilyen szellemi, vagy nem is tudom, lelki kérdéseket, amiket feszegetnek a gyerekek, például ez az ölte ember embert a, a háborúban az édesapa, hogy mi szegények vagyunk-e most valójában, vagy gazdagok, hogy van-e hatalmunk, vagy nincs-e hatalmunk, és hogy annyira gyönyörűen le lehetett, vagy hogy ilyen, ilyen két pórusra írtam ezeket a, a kis gondolatjelekkel ezeket a témákat, és hát végtelenül érdekes volt, hogy egyrészt az a fajta őszintesség, hogy feltették ezeket a kérdéseket otthon, aztán pedig nyilván, hogy milyen válaszokat kaptak rá a gyerekek, de úgy azt éreztem, hogy úgy belenyugodtak, vagy hogy úgy van egy párbeszéd, lehet párbeszéd, néha van egy is, egy jól irányzott pofon, de hogy közben lehet ezekről beszélgetni otthon. Igen, ez is a, a nyíltság, ami, ami Eszterháziban nagyon megragadó, tehát hogy az egész korszak azért volt nyomasztó, amiben ő felnőtt, és amiben én felnőttem, egy kis fázis csúszás ugye van, mert ő az 50-es éveknek a légkörében cseperedett, én pedig a 80-as években, ami szintén nem volt gyerekjáték, tehát körülbelül ugyanaz zajlott le Romániában, a kitelepítéstől kezdve az üldöztetésen át az éjségig. Tehát nekem nagyon erősen Párhuzamos ez a történet, a, a, hogy mondjam, nem az én történetemmel, de nyomokban az én történetemmel is. De a légkör, amiben felnőttünk, most már ezt mondhatom így, az a hazugságról szólt, az elhallgatásról szólt. És az egyik legmegrázóbb számomra az, hogy a, itt ezt fel is olvasom, hogy azt mondja, hogy soha nem értem így anyánk, miért vetett a kommunista állam arra sújt, hogy nyilvánvaló jogtiprásait a jog eszközeivel megtámogassa. Miért nem elegendő kivégezni rajkot? Miért kell még a vallomása is? Európai tradíció ejtette a szavakat magam elé apám. Már az inkvizíció is így csinálta. Eszméket kizárólag gerincel együtt lehet törni. Hát igen. Tehát, hogy, hogy, ez a, a végletességig fokozódó megtörettetés élmény és hogy Eszterházi ezt leírja, de állandóan, hogy mondjam, egy ilyen houdini mutatványt végezel, hogy ebből a gúzsból, ebből a, a, a hazugság gúzsából is kisiklik, mindenféle poétikai és nyelvi eszközökkel a mondaton belül is ki tud siklani. Jelölgettem, nagyon jó érzés volt egyébként, nem nagyon ildomos ill dolog, de ceruzával olvasni nagyon izgalmas, ha nem is ildomos, de izgalmas, és jelölgettem itt, hogy hogyan siklik ki az igazságból és a hazugságból, és, és a, a valamiképpen a, az a hallgatásból is, tehát hogy Eszterházi állandóan beszél, tehát igazán akkor értjük meg ennek a, a beszéd súlyát, ha a hallgatás súlyával mérjük, mondjuk akkor hasonlítsuk össze Pirinszkit, a, a katolicizmusából indulunk, tehát hogy a mert ugye ebben azért erről is szó van, az Úristenről, Eszterháznak mindig volt valami mondani valója. Pilinskit, Vörös, Vörös Sándort és Eszterházit, és az is nagyon tanulságos lesz azt akarom keresni, hogy hol van az, ahol egyetlen mondaton, egyetlen mondatból, egyetlen mondaton siklik. Igen, több, több forra, nem, nem tudom most idézni pontosan, több forrásból tudtuk, zárójel egyből, egyfajta, tehát hogy, hogy egyszerűen javítja magát, tehát állandóan odaírja, uda, amikor most nem itt ebben a részben, de hogy lefordíthatatlan szójáték, vagy hogy önmagát javítja. Tehát, hogy a, és ez nem relativizálás, mondhatjuk pontosításnak is, de a pontosítás is megkérdőjeleződik. Tehát az olvasó szabadságát is megadja állandóan. És nagyon érdekes ez az önéletrajziság, ugye ő azt mondta, hogy nagyon furcsa volt neki, mert ő mindig használta az önéletrajzát, de nagyon furcsa volt neki ilyen direkt önéletrajziságból írni. Különösen a javított kiadásnál, ahol aztán nem volt kecmec. És ebben a tekintetben viszont megint Pirinszkit mondom, hogy az a címe nem olyan rég jelent meg önéletrajzaim, ez a címe és egyáltalán nem róla szól, de mégis valamiképpen egy érzelmi önéletrajzot ad. Vagy Szabó Magdánál a fűreléze, ott is teljesen más figurák vannak, mint ahogy itt is hugunk van, ott is van egy képzelt testvér, és időbetelt Íróként nem tudtam nézni, hanem olvasóként, amíg rájöttem, hogy egy, egy, nem egy önéletrajzunk van, hanem több. És ez nagyon jó cím, hogy önéletrajzaim. És Eszterházinál ez a családi önéletrajz. Tehát minden Eszterházi az ő önéletrajza, és azt mondja több helyen, hogy minden magyaré is, mert hogy ez egy kis ország. Azt mondta, hogy annyira közel vagyunk, hogy mindent tudunk egymásról ez valahogy ezt az illúziót megteremti, hogy mindent tudunk egymásról. Anna, lassan lejár az időnk, és nagyon köszönöm, mert nagyon szuper volt veled átbeszélni ezt a részt. Már csak egy részünk marad, 120 oldal, kicsit több, mint amilyennyit olvasni szoktunk. És utána jön a javított kiadás, amit egyre jobban várok most már még inkább figyelek az apáról szóló részekre tudatosan, így hegyezem a fülemet, és én is szeruzával aláhúzom, és köszönöm, hogy itt voltál, és ebben a kalandban részt vettél, és folytatjuk Nagyon a terházit, mert, mert még előttünk van két másik könyve is idén. Neked Hát remélem újra kezded majd ezt a regényt akkor, hogy lesz rá idő. Olyan jó volt, nagyon jó volt, nagyon örültem és Gondoltam is, nagyon kevés időm volt most, és gondoltam is, hogy hát csak átlapozom, de nem lehet csak átlapozni, Igen. hanem egyszerűen belemerül az ember, és boldogan olvas, és ez a legjobb, amit egy író adhat, hogy az ember belemerül a könyvébe. Úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget én is. Köszönöm, és is, hogy ö, itt voltatok és, és velünk olvastok. A következő kedden Závada Pál lesz a vendégünk. Vele fogjuk lezárni ezt a regényt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő neki milyen viszonya van a szöveghez. Úgyhogy legyetek velünk itt jövő kedden is. Sziasztok! Szia Anna! Szia! Sziasztok! Viszlát!